Üdv, sziasztok, a nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks konzolos demo mutató, a mai kiszemelt áldozat nem más, mint a legújabb lányok garázsomból, a CS-52 Lease, de hívjuk csak Lease-nek. Ez egy TR-8-os lengyel premium medium tank. Ez a tank ma került be a játékba, úgyhogy új a garázsomba is. Mielőtt elindítanám a csatát, nézzünk pár érdekes adatot. 50 km-re képes hasítani, viszont egy kis idő még eléri, de nem vészes. Az alaplőszerünk AP, ennek az átütése 208 mm, a saját tierben is korcsú, nemhogy tízesben. Úgyhogy ezt engedjük el, cserébe kaptunk prémium APCL lőszerre, szeretjük, jól száll, ennek az átütése 252 mm, gyenge pontra való célzáshoz ideális és elég. 380 méter látótávunk van, ez alap 100%-os legénységnél, erre még rátornázhatunk egy kis skill-lel, meg egy kis felszerelés, és már is kaptunk egy nagyon jó látó médium tankot. 320-as alfával büntetnénk, de ugye az új verzióban ezt nem kapjuk meg, 280-as sebzésekre kell számolni. 1300 HP-nk van, ezt kell beosztani, 10-es tierben kis óvatosságra in. Adott nekünk egy 100 mm-es frontunk, meg is van szögelve, de nem igazán fog, tehát ez könnyedén be lehet ütni, nagy alsó lemezzel. Viszont kaptunk egy 190 mm-es gömbölyített tornyot, ezzel már lehet pofoszkodni. Ami még a lőszerekhez tartozik, hogy én utána néztem, az alap AP lőszerünknek a sebessége 900 méter per szek volna, de nem igaz, a játékban sokkal több, viszont a prémium lőszerünké 1580. Ugye, ha jól emlékeztek, a Tier 10-es K91, ez egy Tier 10-es orosz hátsó tornyos médium tank, ő neki van a leggyorsabb lőszer a játékban, 1700 méter per szek, de ugye tavaly vagy hogy le lett nerfelve 1600-ra. Ha azt nézed, hogy ez egy ilyen 8-as prémium med, és csak 20-szal kevesebb, mint a jelenleg csúcstartó K91-é, akkor már érezhető, hogy ez a tank, ez hatalmas nagy riválisa lesz itt eléggé sok médium tanknak. Úgyhogy ennek a nagy erőssége nem csak az, hogy nagyon jó tornya van, hanem veszett pontos ágyúja, és olyan gyors lőszersebessége, hogy ezzel már is a magaslatokba emeli ezt a médium tankot. 1580 méter per szek. Ez annyit tesz, hogy elkezdem gondolkozni, hogy meg kellene lőni egy tankot, és meg van lőve. Ha ezt valakire ráirányítod az ágyút, és lenyomod a gombot, abba a pillanatban eltalálod. Tehát ezelől nincs kitérés. Brutális. A játékban, jelen pillanatban ez a második leggyorsabb sebességű, lőszerű tank. És Tier 8-as prémium tankról beszélünk. Az durva. Viszont, mint mondtam, az alap AP lőszernek én megnéztem PC-n, ott 900-at ír, viszont itt ugyanaz a sebessége, mint a prémium lőszeré. Brutális. Úgyhogy ezzel kell gazdálkodni. A pálya Kaunas 10-es tier nagyon jó bemelegítő lesz. Kire kell odafigyelni? Egyértelműen az artrára. Itt van egy Conqueror GC. Utána a VT-re ugye táras, AMX 30B, nagyon pontos Kraftwagen táras, STRVK pontos, Type 61 pontos, gonosz klón, Lease 1, borszékör, ő is táras, és még egy gonosz klón. Úgyhogy nagyon óvatos játék, viszont bemelegítésnek ideális lesz. Mit tudunk csinálni? Hát egyértelmű, hogy fel fogjuk jönni ide a B1-B2-be, és ezt az egyenes szakaszt fogom figyelni. Én elindítom a csatát. Mint mondtam, 50 km-re képes menni, viszont egy kis idő még eléri, de nem vészes. Szélesek vagyunk, nem fogunk felborulni. Ha gázos a helyzet, nyugodtan neki lehet állni ezzel a toronnyal pofoszkodni. Testet még nem volt időm úgy letesztelni, de szerintem vígan be lehet ütni, viszont a toronnyal már nagyon sok mindent lefogtam. Iszonyatos ez a lőszersebesség, ez valami nagyon brutális. És hozzátenném, hogy a prémium lőszere nagyon olcsó. Tehát itt a gyengébb csatáknál is a 70 ezeret simán hozta úgy, hogy csak prémium lőszerrel lövök, nagy javító, pótellátmány, és így 70 ezeresével jön ki a csatákból. És néztem, hogy a prémium lőszere is nagyon olcsó. Tehát jó mobilitás, lássuk az ágyút. A távolban egy STRVK, csak ránéztünk, és meglőttük. Pillanatok alatt ellőttük.
borszékör a házaknál, kihúzzuk. És ennyi. Alig, hogy meghalod, hogy eldőrren az ágyú, már sebződik a tank. Brutális. Jó, kinézünk. Lássuk. Ugye mínusz 7 fokos gándepünk van, csőlehajlásunk, lehet kicsit dombozni. Kinéztem abban a pillanatban Fatherlandot, oda ragasztottam, az már nem megy sehova. Kinézünk. Pillanatok alatt szét lehet darálni vele valakit. Brutális. Fatherlandnak ennyi volt a pályafutása. Hopp, érkezik egy 50 TP. Beismert rendesen, nem tudom hol, de mindegy, ez lényegtelen. STRB, kapáslövés, tehát ezzel a tankkal meg tudod csinálni, hogy ráteszed az automatát, elküldöd, de igazán az erőssége az, hogy sniper nézetben mész, és normál esetben elkezded illegetni a célkeresztet, keresed, hogy na most ott vagy, most nem, na ezzel nem szabad, ezzel amit lehet, sniper nézet, alsó lemez, és legelőször, amikor odaért a célkereszt, már le is nyomtad a gombot, és biztos lehetsz benne, hogy pillanatok alatt szét fogja lőni. A pontosságunk 0,36 méteren, szerintem ennél sokkal pontosabb, 35 darab lőszerünk van. Hát a töltés időnk 7,6 körül van, itt egy kicsit megijedtem, de abszolút nem érződik, tehát a csatában nem vettem észre, hogy hosszabb volna a töltés időm, mint egy átlag mednek. 2,3-as szűkülés van, ez megint csak nem érződik, sokkal kevesebbnek tűnik, mert oda nézel is már. Most is kinéztem, előttem az E-75-öt. Most a Jagdpanthert próbálom meglőni. Visszafordulok az E-75-öt, megpróbálom kilőni. Pillanatok alatt hallatszódik a lövés, és már ott a lőszer. Nem lehet előle kitérni. Ez brutális. Ez nagyon veszélyes. 1580 méter per szek, és a csúcstartó a TR-10-es K91 az 1600-ával. Ez nagyon beteg prémium tank, 8-as prémium tank, ilyen lőszerrel. És mint mondtam, az AP-ja is ugyanígy száll, de szerintem azon majd állítani fognak, ha a PC-set veszem alapul, hogy ott csak 900. Jó. Kicsit megfordulunk. Ugye a mínusz 7 fokos ágyús ijedése, ezek a kis dombok tökéletesek. Jagdpanther. Ránézünk, és ennyi. Ennyi. Pillanatok alatt ellőjük. 288. Én azt mondom, hogy mit mondtam, alapból ilyen 280-ra számolj. És kiszedtem. Ott a VT is. Mi megpróbáltuk a gonosz klont ellőni, viszont ott az Arti. Conqueror GC. Nos. Itt mutatkozik meg igazán az ereje a tanknak, mármint a lőszersebesség és az ágyú. Nagyon pici látszott ki abban a pillanatban, hogy odahúztam, nem illegettem a célkeresztet. Egyszer ráhúztam, és már el is engedtem a lövést, és pillanatok alatt eltalálta. Körülbelül egy szek volt, ami kilátszott a tankból. Egy szek, egy másodperc. Jó, érkezik gonosz klón. Hát a frontunk nem fog semmit. És saját tier, tehát arra nem igen kell alapozni. Jó kollega az itten kitározott hátam mögött, annyira nem örülünk neki, elvette a sebzést, de semmi baj, jövünk tovább. Érkezik le a VT. Háttérben még van egy pár tank. Mi úgy döntünk, hogy hát ha lejön ide a VTA-uf, és akkor meg tudjuk lőni. Itt már ugye AP-n van. Track. Trackre célzok, odahúzom, tehát itt is érződik, hogy ez nem 900, hanem ugyanúgy, ugyanakkor a sebesség az AP-nak. Pillanatok alatt lenyomod a gombot, és már el van lőve. Mind a két lőszerrel. Ez beteg. Iszonyat. Ott is, Kraftwagen, felértünk, elnyomtuk automatát rá, és felértünk, és lendületből. Iszonyat. És ez mondom az AP,
Pedig az APC-re a világbajnok elméletileg. Azért mondom, hogy itt lehet, hogy majd állítanak az AP-n, de az APC-re, tehát a prémium lőszerének meg kell, hogy maradjon az a sebesség. Ez egy hatalmas nagy hatalom. Na, száguldunk az utolsó tankért. Nagyon gyors csata. Viszont 10-es tier. Abszolút nem rettent meg Lise. És ennyi. Ez egy győztes csata volt. 10-es tierbe ott vagyunk a dobogón, 5 frag, 4000 sebzés, úgyhogy Liz bemutatkozó körei nagyon jók voltak eddig is, de 10-esben sem gátolja semmi ahhoz, hogy jó csatát menjen. De lássuk az eredménytáblát. Nos, hölgyek, urak, CS 52 Liz. Nagy javító, pótellátmány, prémium lőszert, az összeset előttük, amiben volt tárazva. Így kerestünk 82.356-ot, de gyengébb csatánál is a 70.000 mindig megvolt. 5 frag, 4.000 sebzés, 900 assziszt, az majdnem 5.000 kombinált, egy felderítés. Tankmesteres köre lett a Lee-nek, méghozzá 10-es tierben, azt mondom, hogy brutális. Meg se próbálom kiejteni. Zúzó, fighter, Fire for Effect, Master Gunner, csapatmunka. Ahhoz képest, hogy próbaköröket megyek vele, ugye most még álligatok itt-ott, már kikövetelte magának a 10-es tierben is a felső kategóriás helyet, nem véletlen hatalmas nagy erőssége van, méghozzá az ágyúja és a lőszersebessége lehetetlen előle kimozdulni. 5 reggel 4000 sebzéssel fentrónol, maga alá utasítva ilyeneket, mint a Machine FV-183, vagy a tárosok, teljesen mindegy, brutális egy gépezet. Nos, mit tudunk Lizről? Az, hogy igazán tűzről pattant. 50 kilométer, nem azt mondom, hogy hát hű, de gyors, de nem is mondom lassúnak, kicsi idő kell még eléri, de azt mondom, hogy ez átlag kellemesen lehet használni. Szélesek vagyunk, nem borulunk fel bukkanókon se. Van egy pofoszkodós tornyunk, testre ne nagyon építsünk, nagyon jó látótávunk van, és iszonyatos, pontos ágyú, egy haláli, pontos, villámgyors lőszerrel. Ami elől kitérni nem lehet, ha valakit odalősz, az ott marad, a sebződik. Éppen elegendő az alapátütésünk is mindenre. A kredit hozama az megint jó, főként azért, mert olcsó a prémium lőszere, tehát az APCR prémium lőszere olcsó. És így nagyon lehet vele farmolni, nagyon jó test és toronyforgása van, ezt el is felejtettem mutatni a játékban, hogy nézzétek meg, hogy milyen gyengéden forog a torony is. Nagyon mobilis ilyen téren, de mondom, ez a lőszersebesség, ez haláli, ez top 2. Rajta van a felségjelzés, ugye a dupla kereszt, meg a Heroes felirat, nem véletlen, én mentem vele pár csatát, ez brutális, úgyhogy ő volt Liz, én meg Jerikó. Hamarosan találkozunk valamilyen formában. Sziasztok!